Magyarország kormánya értékelte a jelenlegi járványügyi helyzetet és az eddig meghozott intézkedéseket, ezek alapján vezették be az új védelmi előírásokat, amik szerda éjjel léptek életbe. Ezek alapján a vendéglátó helyeken tilos tartózkodni, maximum az elviteles ételeket vehetjük át. Emiatt a kecskeméti éttermek többsége áttért a házhoz szállításra. Az új szabályok a Bagatell étterem mindennapjait is felülírták. Szerencsére a szerencsétlenségben, hogy azért mi egy kicsit előrelátóan készültünk erre a helyzetre. Tavasszal volt már egy kis gyakorlatunk, tapasztalatunk, akkor úgy készültünk elő, hogy még a tudatlanságban, most már tudtunk készülni. Ez annyit jelent, hogy mi vettünk egy ilyen csomagológépet, és még praktikusabban, még szállíthatóbbá tettük az ételeket. Az ételek minősége az nem változik, mivel hiszen nagyon jó minőségű alapanyagokat vásároltunk eddig is, és most is szem előtt tartjuk. Az étterem vezetését és a dolgozókat nem érte váratlanul a szigorítás, csak az nem volt biztos, mikor vezetik be az új intézkedéseket, emiatt némi átszervezésre volt szükségük. Mi nem küldünk el embereket, hanem mindenki segít kiszállításba, főzésbe, nagyon jó szakácsaink vannak, akikkel ezt a típusú főzést is meg tudjuk oldani. A pozícióváltás csak a kinti fronton történt, az annyit jelent, hogy a felszolgálók igazából ugyanúgy felszolgálnak, csak jogosítvánnyal, kocsival, és akkor házhoz viszik az ételeket, de ők intézik a rendelés felvételét, tehát személyes a kapcsolat, mert ugye sok mindenkit ismernek, tehát szerencsére így olyan a közvetlen a kapcsolat, hogy ha van egyedi kérés, kívánság, akkor azt is tudjuk teljesíteni. A konyhán megmaradt ugyanaz a személyzet, szerencsére nagyon jó szakácsaink vannak, meg mi jó magunk is főzünk, minden nap itt vagyunk, és akkor így garantáljuk azt a minőséget, ami a Bagatell színvonalhoz elvárt és szokványos. Kecskeméti Krisztián elmondta azt is, hogy szerencsésnek érzik magukat, mert folyamatosan érkeznek a rendelések, ezért ők szívvel, lélekkel fogják elkészíteni az ételeket. Figyelnek arra is, hogy változatos fogásokat főzzenek, hogy mindenki megtalálja a kedvencét. Készítünk délben menüt, ez háromféle, egy húsos, ami eddig is megszokott volt, egy vegát és egy halasat, ami közkedvelt. Tehát mindenki megtalálja a maga ízlésének a választékot, és tartunk egy ilyen kis libanapos házhoz szállítást és egy olyan étlapot, ami szűkebb, de mindenki abban is megtalálja a kedvére valót. Tehát mindenféle nyersanyagot szerepeltetünk. A vendégek az à la carte étkeztetést is igénybe tudják venni, tehát étlapon megtalálható ételeket is tudnak rendelni, amiket este 6 óráig átvehetnek, vagy az étterem dolgozói kiszállítják azokat. Az intézkedések miatt van olyan étterem, ami inkább bezárja kapuit a veszélyhelyzet végéig, mint például a 48 étterem és bár. Mi abszolút bezártuk az éttermet, mivel hogy a minőség az nálunk nagyon fontos. És nem tudjuk azt a minőséget egy papírtálcán kivinni a házhoz, mint amit itt az étteremben egy tányéron kiteszünk a vendég elé. És azt a színvonalat se tudjuk otthon közvetíteni feléjük, ezért is gondoltuk azt, hogy mi bezárunk, és megvárjuk, még újra nyithatunk. A szerda éjjeltől érvényes korlátozások előreláthatólag 30 napig érvényben maradnak, viszont az is előfordulhat, hogy a kormány meghosszabbítja az intézkedések határidejét.